Ledán Eszter vagyok, Sepsiszentgyörgyön születtem, a Bécsi Állami Operaház Balett Együttesének kis szólistája vagyok. Bármi történik velünk, bármilyen külső hatás ér, amikor bejövünk a balettteremben és elkezdünk dolgozni és koncentrálni, akkor kizárul a világ. Felhúzzuk a balettcipőnket, megfogjuk a rudat, és onnantól kezdve csak te és a zene létezik. Eszter nagyon-nagyon mozgékony gyerek volt, már pici korában. Egy pillanatig nem állt meg. Másfél éves koráig, 1-24 órában nem aludt, 4 óránál többet. Azután az óvodában, amikor oda került, akkor megkértek a Dadágó nénik, hogy délbe vigyük lefekvés előtt el. Már soha a szemét le nem csukta, nem zavarta a többieket, de azt mondták, hogy nem bírjuk nézni, hogy szenved. Hát ennyi energia volt benne. Tizenegy évesen kezdtem el balettozni, amikor bekerültem a Magyar Táncbaletti Főiskolára. 10 évesen meghallottam, 4. osztályos koromban, hogy tehetségkutatás céljából balettmesterek jönnek Erdélybe. A tanítónéni mondta el az osztálynak, nyilván, hogy nekem ez egy hatalmas nagy lehetőséget jelentett. Hazamentem, boldogan elmondtam a szüleimnek, hogy én akarok menni Magyarországra balettozni. Jöttem haza, akkor így az ajtóba fogadott, mint a gumilabda így, hogy édesanyám, lehet menni Magyarországra ingyen tanulni? Mondom, fiam, engedj be, hogy akkor bent megbeszéljük, hogy miről van szó. Elmentünk a felvételire, és ott hát voltak jó páran, olyan 30-valahányan voltunk. Elég nagy volt a rosta, mert az első negyed órában simán 10 gyerek kijött. Nem tudtuk elképzelni, hogy mi történik. Na hát a felvételinek a vége az valamikor 1-2 volt vége, amikor aztán kijött, és intett, hogy anyuka, gyere, mert kiválasztottak. Annyira örült, hogy indián ugrásba jöttünk haza az iskolától, a népművészeti iskolától hazáig. Délbe összepakolt mindent,
hogy ő menjen Budapestre az iskolába, a balettiskolába, és hogy ő ezt viszi, azt viszi, mindent összepakolt magának. Egész nyáron abból nem lehetett semmit elővenni, semmit, egy blúzocskát sem, semmit. Tova augusztus elején jött meg a papír, hogy mikor kell jelentkezni, és mik a feltételek. És akkor jött a lépés, hogy na most megy, vagy nem megy. Nehéz volt, sok vitánk volt e fölött, és végül is az volt az érv, hogy hát csinálja azt, amit szeretne. Elsősorban a gyereknek a szempontját néztük nyilván. Tehát csinálja azt, amit szeretne, mert az életet végig dolgozni úgy, hogy nem azt csinálod, amit szeretsz, és ez tényleg egy olyan lehetőség volt, és láttuk is, hogy ugye mozgékony, hogy már úgy olyan visszajelzés volt, hogy tényleg tehetséges már az első perctől, tehát úgy döntöttünk, hogy akkor érte. Próbáljuk meg. Végül is a döntés úgy született meg, hogy tudjon menni Eszterre. Hogy azt mondja a nejem, hogy hát el kell engedni a leánkát, már tényleg a végén az lesz, hogy ha valamit nagyon akarsz, mi nem engedtük, sose lehet tudni, hogy mikor halljuk majd meg. Habár nem a szemrehányástól féltünk, hanem más nehézségektől, ami közben jöhetett volna, ugye. Na, aztán eljött ez a válogatás napja, amit imént emlegetett Ildikó. Ugye elmentek ők ketten, én taxisofőrként dolgozok. Találkozunk, mikor jöttek. Mikor mondta, hogy apuci, sikerült! Nem tudtam szólni vissza, muszáj, hogy tovább menjek, éreztem, hogy egy kicsit össze szorul a torkom, ugye. Mikor elkerültem otthonról, nagyon sokáig nem fogtam fel, hogy mi is történik velem. Az első héten beválogattak a diótörőbe, úgyhogy nekem ez hirtelennyiben mind annyira sok és olyan nagy élmény volt, hogy nem is értettem meg azt, hogy mit fog az jelenteni, hogyha a szüleim egyszer csak hazautaznak, és én egyedül fogok ott maradni. Akkor, mikor megkezdődött az iskola, és az első nap volt, hogy stúdióba voltak, igen, és akkor kezdték a diótörőnek az amerikai változatát színpadra tenni a Tália Színházba. Hát mi ott álltunk a stúdió előtt, ugye vártuk, hogy na hát jöjjenek ki. Azt a képet nincs lefényképezve, de az életben nem fogom elfelejteni. Pont rásütött a nap, a lemenő nap az ajtóra, és egyszer kivágja az ajtót, és kifutott, hogy kiválasztottak! Hát egy olyan volt tényleg, mint egy napsugár. Eljött a hétvége, és az összes kollégista diák hazaköltözött. Otthon maradtam egyedül a szobámba hétvégén, és arra gondoltam, hogy a szüleim otthon most mit csinálnak, hogy ilyenkor a nagyszüleim eltöltjük a hétvégét, édesanyám ebédet főz. Akkor hát nyilván, hogy eltörött a mécses, és elkeseredtem, és legtöbb ilyen alkalomkor még telefonálni se tudtam a szüleimnek, már hát akkor még nem volt mobiltelefon, nem volt internet. Feküdtem az ágyamon, az albumommal a szívemre fektetve, és sírtam. Egy olyan családra akadtunk ottan, tulajdonképpen barátnője ugye Eszternek, hogy majdnem mindig várták. Na, Jézus szokott. Igen, hát ő a pótanyú. Most már ha előhoztad, akkor ez így igaz. Tehát ő a pótanyú, tehát őt meg kell mindenképpen említsük, mert bármilyen problémája volt, bármilyen nehézsége volt. Ugye mi nagy volt a távolság, nem tudtunk menni, de mindig ott állt mellette.
Tehát függetlenül attól, hogy egyedülálló anyuka volt, egy ugyanannyi idős kislánnyal, mint ahogy Eszter, keményen állta a sarat helyettünk is sokszor. Bea egy aranylélek volt nekünk. Az első 3 évben általában nejemmel ment vissza. Azután pedig változott, és az a kicsi leánka, hát az a nagy vékonyka, amikor láttuk, hogy akkora csomagokkal, hogy húzza a göröndöt maga után. Hát ez az volt a legnehezebb, és a még nehezebb, mikor telefonált 50 kilométerről, hogy lerobbant az autóbusz. Na akkor mit csináljál? Fájban mindig is egy erős akaratú gyerek voltam, tehát én tudtam azt, hogy én elmentem, és attól függetlenül, hogy néha elsírtam magam, és elpanaszoltam, hogy ez milyen nehéz. Én szerintem eldöntöttem, hogy ez így lesz, én ezt szeretném csinálni, és idejöttem. Ez biztos, hogy segített mindig a tovább lépésben, de ugye nagyon nehéz is volt, mert nekünk nagyon hamar meg kellett azt értenünk, hogy mit jelent az, hogy kitartó kemény munka, és hogy ezt csinálnod kell minden egyes nap, és akkor is bemész a balettterembe dolgozni, hogyha nincs kedved, mert nem csak hobbiból csináljuk, hanem nekünk ez most már az életünk. Tizenegy évesen bekerültünk a balettiskolába, ami arról szólt, hogy reggel bementünk az iskolába 8 órakor, 1 óráig, ha jól emlékszem, tanítás volt, közoktatás. 1 óra után átmentünk a balettermekbe, 2-től egészen este 5 óráig körülbelül balettóráink voltak. Minden egyes nap nagyon nehéz volt túllépni, rengeteg sok tanulnivaló is volt, ugye este későn értünk haza, azt a leckét meg kellett írni másnapra az iskolába, akár már este 7-8 óra volt, és el voltunk fáradva, mert a következő nap elkezdődött, és folytatódott így tovább. Mindig volt sikerélménye, nagyon-nagyon dolgozott arra, hogy neki legyen élménye, mert több mint valószínű, hogy őt ezt táplálta. Mert olyan kemény világban vannak, és olyan kemény világ volt, mint gyermekek is, hogy ha nem lett volna sikerélménye, nem is tudom, szerintem nem tudta volna végigcsinálni. Átéltük a gyerekkorunkat a magunk módján, vagy a tinédzserként nyilván, hogy azért voltak olyan hétvégék, amikor jobban elengedtük magunkat, vagy mi is elmentünk szórakozni, de szerintem sokkal öntudatosabbak voltunk, sokkal jobban vigyáztunk magunkra, legalábbis én. És főleg azért, mert nem a családommal nőttem fel, mindig úgy éreztem, hogy felelősséggel tartozom magam iránt, és értük is, mert hogy ők nincsenek ott, hogy vigyázhassanak rám. Ahogy teltek az évek és idősebbek lettünk, ugye egyre jobban nőtt a nyomás, mert egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy elvégezzük az iskolát, és hogy munkát kell találnunk, és ha nem kapok szerződést egy professzionális együttesben, akkor elvesztettem 9 évet az életemből, nem lesz belőlem professzionális táncos. Sajnos nekem volt egy olyan törés az iskolai életemben, hogy 16 évesen egy betegséget félrekezeltek, és ez egy 7 hónapos kihagyás jelentett számomra. Úgyhogy 7 hónapos kihagyás egy 16 éves tinédzser kislánynak, főleg amikor ezért én már nagyon sokat dolgoztam már, sokat küldtek balettversenyekre, hirtelennyiben nem táncoltam, hirtelennyiben kislányból nővé váltam, megváltozott a testalkatom, nem szabadott semmilyen fizikai munkát végeznem 7 hónapig.
nyilván, hogy egy picit meghíztam, sok vitamint kellett szednem, vigyáznom kellett magamra, úgyhogy amikor visszamentem az iskolába, akkor ez egy meglepetés volt szerintem az ottani balettmesterek számára, hogy hú, hát Eszter visszajött, és ő már nem kislány. Úgyhogy az elején egy kicsit, ott megtört egy kicsit az önbizalmam, mert ugye ott vissza kellett fogynom, vissza kellett nyernem a formámat, elvesztettem szinte egy évet, pont egy olyan időszakban, amikor nálunk a fejlődés nagyon fontos volt, mert hogy ott már csak 3 éven volt körülbelül hátra a balettiskolából. És utána is, amiután visszamentem, ugye, hogy hirtelen sokat akartam dolgozni, ugye vissza akartam fejlődni a szintre, ahol abba hagytam. Utána is jöttek még kisebb sérülések a következő évben, ami szintén még egy kicsit megnehezítette. Tehát nyilván idő kellett a testnek, amíg visszaerősödik, és amíg fejben is visszaerősödtem, és megértettem azt, hogy nem történt semmi probléma, kimaradt néhány hónap az iskolai évemből, és behozhatom a lemaradást, de ez megint több munkával járt. Attól függetlenül, hogy megváltoztam, és attól függetlenül, hogy felnőttem, és hogy hirtelen ennyiben női váltam, azért nem mondtak le rólam az iskolában a balettmesterek. Miután visszamentem is, biztattak, sokat dolgoztak velem, nem adtak rá lehetőséget, hogy én ellustulhassak, vagy elkeseredhessek. Ahogy elkezdtem dolgozni, és ahogy visszaálltam a balettteremben, úgy visszanyertem a régi formámat. Eljött az az időszak, hogy munkát kellett keresnünk. Ez egy nehéz folyamat, nyilván mindenkinek meg kell találnia, először is el kell dönteni ezt, hogy milyen úton megy tovább, hogy klasszikus balettáncos szeretne lenni, vagy inkább modernebb együttesnél szeretne elhelyezkedni. Nekem ez nem volt kérdés, én mindenképpen klasszikus balerina szerettem volna lenni, én mindenképpen nagy klasszikus társulatba szerettem volna kerülni. Úgyhogy ilyenkor az történik, hogy a diák felül az internetre, és próbatáncokat keres. Nekem Bécs volt az egyik ilyen hely, az első ilyen hely tulajdonképpen, ahova én elküldtem a jelentkezésemet, meghirdetett nyílt próbatáncra, ahonnan szerencsére visszajelentkeztek, és elhívtak próbatáncolni. Körülbelül 100-an voltunk, és a 100-ból 6-7-en kaptunk munkát, ami azért egy olyan év volt, hogy ez nagyon ritkán történik meg, hogy 6-7 táncosnak munkát ad egy együttes. 100-ból, mert olyan is van, hogy egy se kap munkát. Úgyhogy így kerültem ide, az egyik ilyen szerencsés táncos voltam, akinek szerződést ajánlottak, és azóta is itt vagyok. Minden esetben nehéz egy növendéknek bekerülni egy balett együttesbe, mert az iskola az egy zárt világ a számunkra. Ugye 9 éven keresztül 50-en kezdtünk, 9 növendék végzett. Tudtam azt, hogy én voltam az osztályom egyik legjobb növendéke, úgyhogy nyilván, hogy az együttesbe is pontosan ilyen célokkal kerülünk be, hogy mi azt gondoljuk, hogy hát én jó növendék vagyok, és tehetséges vagyok, és bekerülök egy operaházba, és akkor majd ott is pont ilyen jó növendéknek és ilyen tehetségesnek fognak látni. Csak hát az a probléma, amit mi ugye nem vagyunk, nem tudunk, és nem is vagyunk rá felkészítve, hogy amikor bekerülünk egy ilyen együttesbe, ott minden egyes táncos az évfolyam a legjobb növendéke volt. Úgyhogy amikor ide bekerülünk hirtelennyibe, akkor nagyon nehéz az, hogy főleg az első években, hogy ne veszítsük el az önbizalmunkat, hogy kitartóan dolgozzunk. Nagyon erős személyiség is, nagyon kitartónak kell lenni ahhoz, hogy ne törjünk ebbe bele.
Amikor én ide kerültem, az én időmben más igazgatóság volt, úgyhogy akkor még az volt a divat, hogyha bekerülsz friss táncosként a társulatba, akkor téged nem fognak rögtön szerepre, színpadra rakni. Ki kellett várjuk a helyünket, először csak pótként, ugye tanulóként szereposztottak szinte minden darabra, hátul álltam, amíg a többiek megcsinálták a koreográfiát, nekem minden egyes lépést meg kellett tanulnom, minden egyes helyet meg kellett tanulnunk. Ha volt például 24 hattyú, ugye 24 hattyú, hogyha nem tettek bele a szereposztásba, akkor a 24 helyből mind a 24-et kellett, hogy tudnunk, már bármelyik nap eljöhetett az a pillanat, hogy valaki lebetegedik, vagy valaki lesérül, és akkor minket hátulról egyszer csak betesznek, és hogyha beállítottak és elindítják a zenét, akkor tudnod kell. Ilyenkor nincsen hely a sírásra, meg az ijegységre, meg kell állnod a helyed, mert ha nem, akkor nyilván nem fognak a jövőben használni, mert nem bíznak meg benned. Nehezek voltak az első évek addig, amíg kiharcoltuk magunknak a helyünket, hogy minket is beletegyenek a szereposztásba, hogy ne csak tanuló legyek minden egyes szerepre. Nyilván az évek során, amikor bebizonyítottuk, hogy kortáncosként megálljuk a helyünket, lassan kaptunk kisebb szólóbb szerepeket. Engem 5 év után neveztek ki kis szólistának. Sokat kellett táncolnom. Van, aki szerencsés, és van, akit nagyon tehetségesnek tartanak már az elejétől fogva, és ránéz az igazgató, és azt mondja, hogy én ebből a táncosból szólistát szeretnék csinálni. Ez az én esetemben nem így volt, nekem nagyon-nagyon meg kellett dolgoznom azért, és nagyon sokat kellett dolgoznom azért, és sokat kellett, hogy táncolnom, több szerepet kellett táncolnom azért, hogy engem kis szólistának kinevezzenek. Nagyon gyakran elbizonytalanodunk, de hát a nap végén ugye mindig, amikor hazamész és el vagy keseredve, akkor visszagondolsz arra, hogy miért is kezdtem el táncolni. Ugye nem csak azért kezdtem el táncolni, mert hogy én szólista akarok lenni, hanem azért kezdtem el táncolni, mert szeretem a táncot. És akkor ilyenkor visszatér az emberhez az az érzés, hogy jó, rendben, ma rossz napod volt, vagy ma nem kaptad meg azt a szerepet, amire vágytál, vagy ma leszidott a balettmester, mert nem feleltél meg elég jól a kritériumoknak. De az az igazság, hogy akármi is történik, azért folytatjuk, és azért megyünk tovább, és azért kelünk fel másnap, és ugyanúgy jövünk be a balettterembe, és állunk be a rúd mellé, és húzzuk fel a balettcipőnket, mert szeretünk táncolni. Mert a szenvedélyünk nem csak a munkánk. Amögött, hogy egy balettáncos ugye kimegy a színpadra, és a közönség csak azt látja, hogy milyen gyönyörű, és hogy milyen könnyedén, és hogy milyen kecsesen, és hogy milyen finoman mozog, ugye amögött rengeteg sok munka van, és rengeteg sok fájdalom, és egy táncosnak szerintem az életének a nagy része fájdalommal telik el, mert hát ugye a maga a spiccipő egy 2-3 órás balettet, hogy végig táncoljál benne, nem egy kellemes érzés, és ugye ezért mi nap mint nap végig megyünk, tehát nincs, nagyon kevés az a nap, amikor szünetet kapok például csak a spiccipő viselésétől. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz ezen minden nap túllépni, de nyilván, hogy amikor színpadra kerülünk, akkor mi sem tudjuk megmagyarázni, vagy az adrenalin, vagy a színpadi láz, vagy csak maga az a tény, hogy egy olyan világot kell prezentálnunk, átszellemülünk, szerintem elfelejtjük önmagunkat, és attól a perctől kezdve, hogy színpadra lépünk, megszűnik a fájdalom, megszűnnek a problémák, és csak arról szól, hogy azt a darabot, amit akkor táncolunk, 100%-osan át tudjuk, hogy adni a szépségét, vagy akár a fájdalmát, ha arról szól, de nem a saját fájdalmunkat érezzük.
És hát persze, amikor megszólal a tapsvihar az előadás végén, akkor elfelejtett, hogy mi volt az, ami fájt. Az, hogy egy balerina milyen hosszú ideig tud táncolni, nagyon személyiségfüggő, tehát nyilván, hogy minden test, megint visszatérek ahhoz, hogy minden test más, és hogy minden test másképp működik. Általában azért 40 éves korig körülbelül egy balettművész tud táncolni. De azért szerintem, hogyha egy 40 éves balerinával leülünk beszélgetni, akkor az már biztos el fogja mondani, hogy az már sokkal több fájdalommal jár, mert a test már nem annyira hajlékony, elfáradnak az ízületek. Egy rendes, átlagos embernek ez furcsán hangzik, mert egy 40 éves nő még egy nagyon fiatal nő, ugye sokan azt mondják, hogy 30 év után kezdődik az élet, nekünk meg 30 év után egyre nehezebbé válik. Egyre nehezebb a spiccipő használata is, mert egyre jobban fáj a láb, egyre jobban eldeformálódik, egyre érzékenyebb lesz, ugye ha sérülések jönnek, akkor abból egyre nehezebb visszaállni és visszanyerni a fizikai formát, főleg egy nőnek. Szülés után egyre nehezebb visszajönni. Van olyan, akinek nem probléma, van olyan, aki nem lesz már képes rá. Úgyhogy a személyre függő, de azért 30-40 év között szerintem azért a balerinák már elkezdenek azon gondolkodni, hogy vajon ez nekem még meddig fog tartani, vagy meddig leszek még képes a legjobb formámat adni a színpadon. Nagyon nehéz megélni azt, hogy jönnek a fiatalok minden évben, és egyre fiatalabbakat veszünk fel az együttesbe. Amikor én ide kerültem, a legfiatalabb táncos volt 20 éves, most pedig a legfiatalabb táncos 17 éves. És nehéz, amikor egy fiatal, tehetséges, egy könnyen mozgó kislány mellett kell állnod nap, mint nap. De szerintem ez formában is tart minket, vagy fiatalnak is tart minket, már ugyanúgy meg kell felelnünk 30 év után is, mint ahogy meg kellett, hogy feleljünk 10 évesen vagy 20 évesen, és oda kell állnunk a 10 éves vagy a 20 éves kislány mellé, vagy fiatal lányok mellé, és ugyanúgy kell szerepelnünk, ugyanolyan formát kell, hogy hozzunk a színpadon, mint amilyent hoztunk azelőtt. Úgyhogy ezen nehéz túllépni nap, mint nap, de viszont segít formában is tartani minket, és fiataloknak maradni. Minden balerinának eljön az az időszak az életében, amikor elkezd azon gondolkozni, hogy hogyan tovább, mert hogy tudjuk, hogy ez nem tart örökké. Mit szeretnék a jövőbe? Szeretnék még táncolni 10 évig? Vagy szeretném hamarabb abba hagyni, mert még amíg fiatalabb vagyok, addig még van rá lehetőségem, hogy visszajöjjek az iskolapadba. Lehet, hogy szeretnék egy teljesen más életet kezdeni, mert 30 évesen még fiatal vagy, még újra tudod kezdeni az életedet. Nyilván a családalapítás, hogy meddig várjak, mikor van a legjobb időszak, mikor van rá lehetőség. Most már úgy érzem, hogy eleget táncoltam az életemben ahhoz, hogy eljön az időszak, hogy megszakíthassam és kilépjek belőle 2 évig. Ha tovább várok, akkor ha még szeretnék visszajönni utána, akkor már nehezebb lesz, úgyhogy inkább azt választom, hogy fiatalabb korban alapítsak családot. Megint lesz egy igazgatóváltásunk,
2020-2021-es szezonnal. Elképzelhető, hogy az új igazgató ugyanígy fog szeretni és használni, az is elképzelhető, hogy egyáltalán nem fogok neki tetszeni, és egy év múlva elvesztem a munkahelyem, és el kell nekem is azt dönteném, hogy mi a fontosabb. Hogy egyre hamarabb kezdjek el új életet, és tanuljak, vagy családot alapítsak, és majd megvárom, hogy mit hoz a jövő. Szeretnék a balett világában maradni, szeretnék tanítani, szeretnék balettmester lenni. Őszintén szólva még nem tudom. Én úgy érzem, ha most a jövőmre gondolok, hogy nem szeretnék ilyen színvonalon, színházban maradni a jövőbe. Tehát, hogy nem érzem úgy, hogy szeretnék ugyanebben a környezetben, mint balettmester megmaradni. Mert az ugyanezzel a stresszel jár, ugyanez a munka, ugyanígy a munkaprogram, ugye, hogy reggel is dolgozunk, este is dolgozunk, a színház, az előadások, egy balettmesternek minden nap ugyanúgy ott kell lennie, mint a táncosnak, minden egyes előadás kötelezően meg kell néznie. És én úgy érzem, hogy azért, hogyha már befejeztem, és nem leszek már professzionális balettáncos, azért szeretném az idősebb éveimet majd, főleg az estéimet, az ünnepeimet majd a családom részére fordítani. Visszagondolok az elmúlt 20 évre, ugye attól naptól kezdve, hogy bekerültem a balettiskolába, és egészen mostanáig ugyanolyan életet élek. Ha azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy megérte? Persze, hogy megérte. Egy kisvárosból származó kislány voltam, elkerültem a nagyvárosba Budapestre, aztán elkerültem a nagyvárosba, a kulturális városba Bécsbe. Egy első színvonalú társulat tagja vagyok. Kis szólistaként nyilván, hogy megérte, de ez nagyon-nagyon-nagyon sok lemondással járt. Az ünnepek, a családdal, a karácsonyok, születésnapok, a testvérem baldogása. Tehát sajnos az ilyen dolgokon nem tudtam részt venni, mert nem lehettem otthon, mert dolgoznom kellett. Nyilván ez ezzel jár, ezt tudjuk, és ezt megtanuljuk feladni és elfogadni. De szerintem vágyunk arra, hogy ez egy idő után változzon, és ezt bepótolhassuk, vagy amikor majd a mi családunkra, a mi gyerekeinkre kerül a sor, hogy az ilyen eseményeket ne kelljen, hogy kihagyjuk. Hát boldogok vagyunk. Azt látni, hogy tényleg elérte, amit akart, az nyilvánvaló, hogy a számunkra is nagy örömmel jár. Örülünk neki, hogy tudott haladni, mert bizony tényleg egy nagy intézmény a Bécsi Operaház, és innen Szentgyörről felkerülni oda kemény munkával járt, és örülök neki, hogy ő szereti ezt csinálni. Sokszor megkérdeztem tőle, milliószor, hogy Eszter, biztos jól csináltuk ezt. És azt mondta mindig, hogy jól, édesanyám, mert ezt szeretem, ez az életem.